Eulogy. Hol a telefonom? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az októberi összegzés lesz, mivel már az októbernek is vége, most vettem még csak föl kb. Szeptemberit, és már október vége van. Se baj. Szóval már csak két hónap maradt ebből az évből. Első dolog, ami föltűnhet mindenkinek, hogy nem a könyves polcom előtt vagyok, ez azért van, mert most új helyszínt próbálok ki, ami hogyha bejön, nekem is így működik, akkor ez marad, mert ezt így tudom hagyni, és nem kell az ekkora helyre az asztalmára, az ágyam és a polcom közé mindig bepakolnom a legzajosabb pontján a háznak, úgyhogy igen. Kicsit lehet visszhangzik a hang, mert most elég üres ez a szoba. Aztán majd valahogy megoldjuk ezt is. De egyelőre ez most így marad, ezt most kipróbálom, ez most ilyen lesz, aztán majd fejlődök valahogyan ezzel is. Igen. Szóval, ez most így néz ki. Mivel már vettem föl előre másik videókat, majd így lehet váltakozik, hogy egyszer itt lesz videó, egyszer a könyves polcom előtt még. Mert vettem föl videót, ami később megy ki, de még ott vettem föl, aztán vettem föl olyan videót, ami köztem megy ki, de már itt vettem föl, szóval ilyen össze-vissza lesz most kicsit. Nem baj, megbirkózunk ezzel. És akkor nézzük, miket olvastam ebben a hónapban. Nem fogok tudni könyvet mutatni, mert 4 könyvet olvastam ki, ebből 2 hangos könyv volt, 2, nem mutattam volna, hogy 3, 2 pedig könyvtári. Ennek következtében a könyvtáriak meg már nincsenek nálam, szóval majd csak így szépen valamelyik oldalra, amelyik szimpatikus, bevágom a könyveket. Első könyv, amit kiolvastam, az Catherine Arden-től volt, az Északi Erdő trilógia első része volt, a Medve és a Csalogány. Ez ugye hangos könyvben lett elolvasva, vagyis hangos könyvben hallgattam meg. Igazából nehéz elmondani ennek a könyvnek mi a története, mert ez úgy kb. Bevezeti a sztorit, vagy nem is tudom, és úgy sok konkrét sztoria nincs, tehát ott vannak az események, amik történnek a könyvben, de így, hogy elmondjam, hogy kb. Miről szól, azt így nehéz. Igazából az a lényege, hogy ez ilyen orosz környezetben játszódik, az orosz mondavilág elemeivel, és a konfliktusát igazából az jelenti leginkább, hogy ebben a mondavilág, ezzel a mondavilággal ütközik össze a keresztény nézőpont, és az ott úgy az okoz némi problémákat. Nagyjából ennyit tudok ennek a könyvnek a sztoriáról elmondani, egyébként nagyon jó könyv volt, örülök, hogy végre el tudtam olvasni, meghallgatni, és már egyébként elkezdtem a második részét is. Ja, és igen, szóval ebbe a környezetbe születik meg Vasilisa, aki örökölte azt a tudást igazából, hogy ő látja a mondavilág lényeit, és emiatt nem is fog tudni annyira ebbe a keresztény propagandába, úgymond, ami a könyvbe folyik, belefolyni, és emiatt lesznek problémái is. A második és a harmadik könyv, amit kiolvastam a hónapban, az a két könyvtári könyv volt. Ebből az egyik BookTube Könyvklub havi könyv volt, aminről van egy élő kibeszélünk Helyez csatornáján, és ide lesz belinkelve, azt hiszem, erre az oldalra. Nem, erre az oldalra lesz belinkelve. Ez a könyv pedig az Egy kegyetlen dal volt Victoria Schwabtól, a harmadik könyv pedig az Egy kegyetlen dal folytatása, az Egy sötét duett, ami a duológia második része. Mindkettőt elolvastam, mert már az első rész is bejött, és elég befejezetlenül, vagy hát nyitottan zárta le a sztorit, úgyhogy be is fejeztem. Alapsztori lényegében az, hogy az emberi büntettek, azok szörnyeket keltettek most már létre, tehát hogyha mondjuk valaki megöl valakit, akkor egy szörnyet hoz azzal létre, és azok a szörnyek megölik az embereket, szóval egy ilyen probléma áll fent Verity-ben, és igazából az egész, hát Verity-ben, igen, Verity-ben áll fent ez a probléma. És Verity két részre szakadt, van a Flint család és a Harker család, és mindkét családból egy-egy tag találkozik a másikkal. Van August és van Kate. Igen, az Egy kegyetlen dalban ott kezdődik a konfliktus, hogy ők találkoznak, és egy ilyen összeesküvésbe keverednek bele. És ugye ezt folytatja, viszi tovább, egészíti ki az Egy sötét duett, amiről így külön nem mondok semmit, mert ugye az nyilván a folytatása az Egy kegyetlen dalnak, de nekem nagyon-nagyon bejött ez a
két kötet, és nagyon régóta szerettem volna Victoria Schwabtól olvasni könyvet. Minden sorozatából szerintem van egy rész fönn várólistámon, úgyhogy ez most itt tök jó volt, hogy végre olvastam tőle, ez volt az első. És tetszett is, úgyhogy akarok még tőle olvasni. Gyors, szerváltam a telefon. A negyedik könyv, amit befejeztem októberben, a második hangos könyv volt, ez pedig egy... Szóval inkább mondom az adatait, szóval ez Heli Rubenholtól volt a The Five című könyv, aminek az az alcíme, hogy The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper, vagyis ez a könyv annak az öt nőnek az életét meséli el igazi, valós adatok alapján, akiket hasfelmetsző Jack megölt annak idején. Ez a könyv annyira megrázó volt, hogy szerintem az idei kedvenceim között biztos benne lesz, mert én úgy gondolom, hogy ezt a könyvet orvérzésikkel jelen pillanatban ajánlanom, mert teljesen megdöbbentett, ledöbbentett, azt megrázó volt. Tényleg ezt tudom mondani, hogy legmegrázóbb olvasási élményem, hallgatási élményem, aki milyen nézőpontban nézzük, vagy mindegy nézőpont kérdése, mert ugye volt ez a hasfelmetsző Jackes eset, és én erre nem emlékeztem, hogy egyébként a köztudatban az van benne, hogy ja, megöltött prostit, és sose tudtuk meg, hogy ki volt ez a Jack the Ripper, de hogy igaza van, az első rész, vagy az első fejezetben igazából elmondja az író, hogy mert hogy oké, ezt így tudjuk, de hogy senki soha nem nézett bele ezeknek a nőknek az életébe, és aki rájuk lett mondva, hogy prosti, és semmi körülményt nem vizsgáltak meg hozzájuk, és ezért megírta az írónő ezt a könyvet, hogy lássuk az életüket, és ez rengeteg kutató munka volt, és nem kitaláció egyáltalán, tehát ahol nincs pontos adat, ott nem mond pontos adatot, spekulál esetleg meg ilyenek, és le fog merülni a kamerám. Val nagyon-nagyon megdöbbentő könyv volt. És tényleg azt meséli el, hogy születéstől halálukig mi történt ezekkel a nőkkel, hogyan jutottak oda, ahova. Tényleg azt tudom mondani, hogy aki csak teheti, az olvassa el ezt a könyvet, mert irtózatosan megdöbbentő történet, és főleg ebbe a viktoriánus korba is elvisz minket, hogy működtek akkor a dolgok, és nagyon rossz volt ilyen szempontból olvasni, így olvasni azt, hogy milyen helyzetek uralkodtak akkor, viszont tanulságos is. És én csak ezt a négy könyvet olvastam ebben a hónapban, úgyhogy csak ennyit tudok erről beszélni. Kommentben szokásosan írjátok meg, hogy ti mit olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!